Jó reggelt kívánok azoknak, akik most kapcsolódnak be a műsorba. Ez a Start és egészségügyi témával folytatjuk. A kormány szerint ugyanis komoly eredményeket értek el a várólisták csökkentésének terén. Ezt egyébként egy parlamenti kérdésre adott válaszból tudjuk elsősorban. Most Éger István orvosi kamara elnököt kérdezem, hogy a szakma is így érzi. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket. Hát természetesen minden beteg, akit hamarabb, illetve időben meg lehet operálni, annak örülünk, minden kollega, aki a munkáját jobban tudja végezni, annak örülünk, de továbbra is az a véleményünk, hogy nem kellene igazán várólistáknak lenni, ugye ez alig 8 éves történet Magyarországon, az egész várólista történet, ezt Molnár Lajos boldogult emlékű, ugye egészségügyi miniszter korábban vezették be sajnos, és határozott ígéretek voltak rá 2010-ben, hogy ennek az ügynek véget vetnek. Sajnos jelenlegi finanszírozás ezt nem teszi lehetővé, de ebbe az irányba haladni kellene nagyon keményen. Ha ennek egy lépcsőjének tekintjük ezt a bejelentést, akkor örülünk neki. Ha azt nézzük, hogy milyenek a jövő évi költségvetési ígéretek, akkor aggodalmaink vannak. De a bejelentés a sokkal korábbi, az arról szólt annak idején, hogyha jól emlékszem, 5 milliárd forintot, vagy 6-ot ad a kormány arra, hogy a várólistákat csökkentsék. Most idén 5 milliárd forintos forrásról van szó ismét, és ennek kapcsán mondta Rétvári Bence, hogy eddig nagyon jól működött az első évben ez a program, és hogy sikerült 44 ezerről 37 ezerre rövidíteni a várólistákon szereplők számát. A kérdés az, hogy ez elég az üdvösséghez, vagy mire elég, vagy erre valóban büszkének kellene. Minden tiszteletem az államtitkárságé és az MI-é, de azt kell mondanom, hogy a probléma folyamatosan az, hogy nem rendszerben gondolkodunk, és nem rendszerben gondolkodnak. A rendszerben gondolkodás ugyanis ott kezdődik, hogy bizonyos alapelvek mentén kitűzök az egészségügyi rendszerben célokat, és azokat akarom megvalósítani, nem pedig rész tűzoltás jelleggel lépek oda, ahol a legnagyobb, hogy mondjam, baj van, vagy a legjobban szorít a politikai cipő, mert a várólista, mondjuk meg őszintén, ez egy politikai cipő, ami szorít. Tehát ettől el kellene tekinteni, és az egész egészségügyi rendszert úgy kellene működtetni, hogy abban kiegyensúlyozottan és tervezetten lehessen dolgozni, ehhez legyen meg a megfelelő feltételrendszer emberi erőforrás oldalon és struktúra oldalon egyaránt, ne pedig a gazdasági szűkösség definiálja a rendszernek a torz működését, és utána, amikor már nagyon szorít valahol a cipő, akkor oda adogassunk bizonyos pénzeket. Ez nem egy tervezhető rendszer, ez egy hadi egészség. Na most, ha rendszerben gondolkodásra vágyik, akkor azt is gondolhatnám, hogy az új egészségügyi államtitkár, Ónodi Szűz Zoltán az önembere, mert hogy ő mindig a rendszerről beszél, de persze arról is, hogy nem feltétlenül plusz pénzeket kell tenni ebbe a rendszerbe, hanem átalakítani, mert hogy most rossz hatékonysággal, logikátlanul nem az emberek érdekét szem előtt tartva működik, és például ilyesmiket is mondott, mondjuk legutóbb a Népszabadságnak adott interjújában, hogy ha valaki abban volt érdekelt, hogy legyen sok cukorbeteg a környéken, akkor a cukorbetegek kerültek előtérbe, ha abban, hogy fájjon a hátuk, akkor mindenkinek fájt a háta, hogy a szociál, hogy az egészségügyi ellátórendszer a saját érdekeit helyezte előtérbe a betegeké helyett. Szerény véleményem szerint az egészségügyi ellátórendszernek egyetlen épkézláb és egészséges érdeke lehet az, hogy a betegeket a minél jobban, minél hatékonyabban és minél gyorsabban meggyógyítsa. Ennek ez a fő szerepe és ez a feladat az egészségügyi ellátó rendszernek, és ennek a feladatának nem tud eleget tenni. Szerény véleményem szerint alapvetően és elsősorban nem a szerkezetének a problémája miatt, hanem azért, mert ahogy ezt a nemzetégiségi kerekasztal nagyon szépen szakértőkkel levezette október 1-én, hiányzik a rendszerből egy óriási összeg. Én nem vitatom azt, és nem vitatkozom azokkal, akik azt mondják, hogy a struktúrában lehet bizonyos módosításokat tenni. De még egyszer mondom, a struktúra bizonyos célokat kell szolgáljon, ezeket a célokat kell kitűzni, és mindazon közben, míg ezt át akarják netán valamennyire alakítani, szerintem közelről sem kellene annyira, mint amennyire beszélnek róla, de legyen ez egy szakmai vita kérdése, mindazon közben a rendszernek az átalakítás alatt működnie kell. A rendszer annyira alulfinanszírozott, hogy jelenleg a működés képtelenség határán van. Tehát amikor azt mondja az új államtitkár, hogy ha ebbe a rendszerbe több pénzt tennének, az úgy tűnne, mint szivacsban a víz, akkor ezzel nem ért egyet, vagy részben egyetért? Ezzel a kijelentéssel így direktben nem tudok egyetérteni, de nagyon szeretném, ha nem az jönne le holnap minden újság szalag címe, hogy a Magyar Orvosi Kamara nem ért egyet az új államtitkára, mert támogatjuk az ő munkáját, és szeretnénk neki szakmai segítséget nyújtani, ahogy egyébként ezt másfél évvel ezelőtt, ahogy ebben a miniszterelnökkel megállapodtunk. De a szakmai segítség nem mindig a totális egyetértést, hanem adott esetben értelmes szakmai vitákat és egymás meggyőzését jelenti, és ez egy nemzetközi evidencia, hogy ma
minimálisan 450, de inkább 600 milliárd forint, azaz 2%-nyi GDP hiányzik a rendszerből. Ezzel az emberi erőforrással, amivel ma dolgozunk, ezzel ezt tovább vinni, és különösen emellett még úgymond struktúrát átalakítani nem lehet. Egyébként én tárgyaltam már az államtitkár úrral, és ezt ő is nagyon jól tudja. Talán a nézők is tudhatják önről, hogy eredeti szakterületét tekintve házi orvos, ezért akkor gondolom önnek kifejezetten szimpatikus is lehet akár az az irány, amit meg is fogalmazott az új államtitkár, hogy a házi orvosi ellátásra helyeznének nagyobb hangsúlyt. Csak közben azt is tudjuk, mert a napokban jelent meg az újságokban, hogy nem sikerül elég gyorsan megoldani például azt az alapvető problémát, hogy a hosszú távon betöltetlen praxisokra találjanak egyáltalán házi orvos, miközben ez most már komoly milliókkal is ösztönözni az állam. Picit válasszuk ketté ezt a dolgot. A tartósan betöltetlen körzetek ügye nagyon fontos, de egy részjelenség. Egy olyan részjelenség, aminek nagyon komoly összetevői vannak, és nagyon sokféle szertágazó, szociális, szociológiai, területi és egyéb összetevői vannak. Mindazonáltal oda azért is nagyon nehéz most már ennyi év után orvost találni, mert az ott lévő kártyákat általában a környező orvosokhoz a betegek elvitték, vagy annak jó része elvitte, tehát ott már az úgymond megélhetés is veszélyeztetett, és ezt nem biztos, hogy ellensúlyozni tudja egy egyszeri pénz. Tehát hiába adnak valakinek 10 millió forintot akár azért, hogy egy régen ellátott. Hosszú távon nem látja biztosítva ennek az úgymond egzisztencia vállalkozásnak a jövedelmezőségét, már pedig hát nyilván egy veszteségben nem fog belemenni. Ami az alapellátásra való fókuszálást, tehertevést jelenti, ott azért ez egy nagyon komplex kérdés. Mert én elmondom önnek, hogy múlt hétfőn éppen egy akutan hát rákgyanús betegemet szerettem volna az illetékes szakorvoshoz eljutatni, és 25 percig próbáltam a területi kórházban elérni az illetékeseket, és egyetlen egy telefon délután 9:30-kor még csak fel sem vettek. Nem azért, mert kártyáztak, hanem mert nincs ember. Aki ott van, az vagy a műtőben van, vagy a endoszkóp végén van, tehát dolgozik, nem lehet még kapcsolatot sem érni. Annyira nincs meg a szakellátási háttér. Ezért mondjuk azt, hogy persze, könnyen mondhatnám, mert a házi orvos vagyok, idén is adtak, jövőre is adtak, milyen jó ez nekünk, kapjuk a pénzt. Közelről sem ez a lényeg. Persze az alapellátást önfenntartóvá kell tenni, de emellett egyidejűleg a szakellátást, a járófekvő szakellátást is olyan helyzetbe kell hozni és tartani, hogy akit az alapellátásból felderítünk, azt el tudjuk küldeni időben megfelelő diagnosztikára, sőt, kezelésre, tehát terápiára is. A rendszer csak egységben kezelhető. Csak hogyha én jól értem, és ez persze egyáltalán nem biztos, hogy mi a cél, akkor talán éppen a szakellátásban szabadítanának fel kapacitásokat, időt mondjuk arra, hogy felvegyek a telefont azáltal, hogy a házi orvosoknak több feladatot meghagynának. Erre képesek lennének a házi orvosok, hogy ellássák? A házi orvoskar nagyon sok mindenre képes lenne, hogyha nem lenne annyira előregedett és annyira kiégett. Ugye tudjuk jól, ezt minden héten legalább kétszer megjelenik a médiában, hogy a házi orvoskarnak a 30%-a, tehát több mint 2000 ember nyugdíjkoron túl vagy nyugdíjkor körül dolgozik, 70 éven felül több száz házi orvos teljes aktivitással viszi a munkát. Ugye hosszú távon ezekre az emberekre már nem lehet alapozni, mert a statisztika azt mutatja, hogy az orvoskarban a halandósági mutatók rosszabbak, mint a magyar átlag, pedig az sem túl jó Európában. Ergo sokan onnan halnak meg, szinte a rendelőből viszik őket kis túlzással a temetőbe. Tehát azért mondom, hogy ezt nagyon át kell gondolni, és a szakellátásban igenis kapacitásra van szükség, várólistával kezdtük. Ott is azért van, mert nincs elég kapacitás. Kapacitás most már részben azért nincs, mert a biztosító nem fordít rá eleget, részben pedig a költségvetés, részben pedig azért, mert nincs elég ember más helyeken, aki ezt szakember, aki elvégezze. És az alapellátás, hogyha elkezd nagyon jól dolgozni valami csoda folytán, még sokkal jobban is felderíti az új betegeket, akkor abban a pillanatban falakba ütközik, mert nincs szakellátási kapacitása. Tehát ha jól dolgozik az alapellátás, abból nem kevesebb beteg lesz a kórházakban, mint amit szeretne az államtitkárság, hanem több bizonyos tekintetben fel. Igen, bizonyos tekintetben kevesebb, mert lehet otthon hatékonyabban vagy definitívebben dolgozni, de ha jól dolgozik, akkor felderül azok a rossz népegészségi mutatók, amik lesz Magyarországról tudjuk, hogy szembesül, akár cukorbetegség, akár daganatos betegség, akár már kardiológiai betegség vonatkozásában, az nagyobb szakellátási kapacitást fog igényelni, ezeket felderítjük. És ahhoz mit szól, hogy amikor az került szóba, hogy a házi orvosok miért ellenálltak eddig kormányzati átalakítási meg reform szándékoknak, akkor azt mondta az új államtitkár, hogy rossz volt az ösztönző rendszer, ha majd valaki azt veszi észre, hogy rosszabbul jár, ha a betege nem rajta keresztül vesz igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, lesz változás a házi orvosok magatartásában.
Megmondom, szintén ezt nem értem, tehát itt most egy picit meghökkentem. Az bizonyos, hogy a háziorvos kart érdekelti abban lehet tenni, és a háziorvosok ezt szeretnék legjobban, hogy hagyják őket minél jobban és hatékonyabban dolgozni, és ehhez teremtsék meg azokat az alapvető anyagi feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a háziorvos egész napi munkaidejében csak ezzel foglalkozzon, ne kelljen neki még három másik másodállást vállalnia, hogy az egyébként veszteséges praxisát egyensúlyba tartsa, sokat ügyeljen, vagy foglalkozás egészségügyel foglalkozzon, vagy egyebek. Tehát akkor visszautasítja, hogy magatartás probléma lett volna eddig a háziorvosokkal? Én nem tudok róla, hogy a magatartási probléma a háziorvosoknál felmerült volna, ez nekem egy újdonság. Én azt gondolom, hogy a háziorvosok szeretik a szakmájukat, szeretik a hivatásukat, és ebben szeretnének minél hatékonyabban dolgozni. Egyébként hát erre relatíve erre fordítanak a legtöbbet, ezt el kell ismerni. Ez egyetlen egy pozitívum a jövő évi költségvetésben, az az újabb alapellátási pénzcsomag. Ezt el kell ismerni. Az egyik irány, amiről még sok szó esik, hogy a szociális ellátást kell megerősíteni és kiszervezni olyan feladatokat az egészségügyből, amik valójában abban a szférába tartoznának. Ebben elég nagy tartalékokat lát az államtitkár. Ön is? Ez egy örökzöld kérdés, gyakorlatilag nem 25 éve, hanem legalább 40 éve, amióta én az egészségben mozgok. Nagyon messze vezető és nagyon szerteágazó kérdés, hogy Magyarország társadalmi, szociális berendezkedése milyen. Egészen kezdve a család alapvetéseitől, hogy a család a jelenlegi munkakörülmények között mennyire képes a rászoruló családtagjait ellátni vidéken, faluhelyen, inkább városon, ez abszolút nem megoldott, és a többi, és a többi, és a többi, és ez hogyan vető rá az egészségügyre. Rendkívül szerteágazó kérdés, amit nagyon komplexen lehet csak megoldani. Tehát nem lesznek ebből pár éven belül milliárdok? Ezt nem tudnám megszámolni, most erre nem végeztem számításokat. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.